Hát én nem régiben házasodtam. Úgyhogy én... Nem kapkodtad el! Minden, így van, de nem, ő az első feleségem. Én mindig ezt mondogattam minden interjúban annak idején, amikor erre rákérdeztek, hogy egy, én úgy tervezem, hogy egy feleségem lesz, és gyermekem csak a feleségemtől lesz. Én erre igyekeztem is az életem során vigyázni, hogy ez így legyen. Voltak szerelmeim az életem során. Én mindannyiszor igyekeztem kitenni magamból a legtöbbet. Az egyetemen emlékszem egy olyanra, hogy a futballpálya ott a koli mellett volt, és leesett a hó. És akkor ment az első emeletnek, ez az álmomban egy angyal voltam, és minden áldott hajnalon az égre írtam nagybetűkkel, szeretlek nagyon. Hát én kitaláltam, hogy miután a szakomnál fogva volt némi tudásom ebben az ügyben, elkezdtem kiméregetni, hogy hogyan kellene a szeretlek szót arra a nagy futballpályára beletaposni. És akkor a egész éjszaka dolgoztam rajta, hogy a friss hóba beletapostam a nagybetűkkel azt, hogy szeretlek. És akkor reggel, amikor a kedvesen felébredt, akkor oda kísértem az ajtóhoz, az ablak, betettem ezt a dalt, és akkor szólt, hogy égre értem, hogy szeretem. De romantikus. És tényleg. És nagyon érdekes egyébként, mert amikor nem volt párom azokban az időszakokban, akkor meg teljesen a munkára koncentrálva, ez valahogy akkor úgy szunnyadt, ilyen parázs alatt, és akkor, amikor találkoztam valakivel, akibe beleszerettem, és ennek a kiteljesedése lett ez a mostani, úgy éreztem, hogy megérett a pillanat, ő az az ember, ő az a hölgy, és ezért mondtunk igent egymást.